csöpög, csordogál, több esetben nem jön a víz. Többek között ilyen és ehhez hasonló problémákról számoltak be a helyiek az Ártézi kút kapcsán az egyik közösségi oldalon. Az 1920-as években fúrt kút több generációt is kiszolgált már. Az Ártézi kút sokak számára egy közösségi tér, melynek vízéért más városokból is átjárnak mind a mai napig, s néha bizony sorba kell állni az igen kedvelt gyógyhatású vízért. Az elmúlt hetekben azonban egyre több panasz érkezett az Ártézi kút vízhozamára. Ha valaki a napokban szeretett volna kortyolni a vízből, annak szomorúan kellett távoznia a kúttól, ugyanis napok óta egyáltalán nem folyik víz belőle. Hogy mi lehet a probléma oka és mi lehet a megoldás, arról a szakértőt kérdeztük. Előkészítő munkák alapján azt állapítottuk meg, hogy akkor eljött az ideje, hogy a pozitív kút esetében is, mint egyébként a kompresszoros kutaknál, szivattyús kutaknál 5-10 évente meg kell csinálni a kompresszorozást. Most muszáj, hogy ezt a jó karbantartási feladatot elvégezzük, mert szűkíteni az 5 cm-es köpencsövet nem tudjuk, tehát nem lehetséges, mert olyan kis mennyiségű vizet adna, ha leszűkítjük ezt az amúgy is szűk keresztmetszetet, hogy annak nincs értelme. A beavatkozás egyébként néhány napot vesz igénybe, megrendeltük már a munkát, egy debreceni vállalkozó fogja elvégezni ezt a mosatást, kompresszorozást, és ez július 16-ára van tervezve ez a munkavégzés. Megbontjuk előtte a házat, és néhány nap alatt szerintem el tudja végezni. Remélhetőleg nagy százalékban sikerülni fog ez, és akkor utána az evízőgi engedély szerinti 25 liter per percet fogja tudni adni. Július 16-án tehát elkezdődik a kút mosatása, amelytől azt várják, hogy újra megindul a kút vize. Ha ez nem történik meg, további beavatkozásokat végeznek. Terveznünk kell, vízjogi engedélyes beavatkozásokra van már innentől kezdve lehetőségünk, ami azt jelenti, hogy vagy szivattyúzással fogjuk, a pozitivitását elvesztheti a kút, és esetlegesen szivattyút építünk rá, amely programozottan fogja felhozni a vizet, azzal a mennyiséggel, ami azért a itt szokásos percben, mondjuk, hogy ne sokáig kelljen ott várni, tehát lehet, hogy akkor ez egy 25 liter per perces hozamot kellene terveznünk, de a másik lehetőség, hogyha a szivattyúzással sem oldható meg, akkor egy tömedékkel is és egy közvetlen mellé egy új kutat lehetne fúrni, mert a vízadó réteg véleményünk szerint ott van, csak a 180 méter mélységnél valószínű, hogy ez alatt a 90 év alatt a kapillárosok elzáródtak, és nem úgy jön el, nem úgy tud feljönni a víz, mint a fúrás idejében. Egy több mint 90 évvel ezelőtt fúrt kútnál sajnos sok probléma adódhat. Mutatja ezt az is, hogy Hajdunáláson több kutat is fúrtak már, melyek sok család szomjúságát oltották évtizedeken keresztül. Azonban ezek a kutak vagy elapadtak, vagy beiszapolódtak az évek során, melyeket később meg is szüntettek, mondja a szakértő. A város életével az első olyan kút volt, amely kompresszorozás nélkül hozott fel jó minőségű ivóvizet a városnak. A 17 fokos víz tört fel akkor, és enyhén sós, lágy víz volt. Majd ezt követően még a város még 3 kutat fúrt, ahonnan folyamatosan tudott a város lakossága vizet venni. Ez a mostani buszmegálló területén, a Dorogi út mellett, volt még kút. A évek alatt ezek már elapadtak, vagy tönkrementek, beiszapolódtak. Kisebb mélységűek is voltak. Ez a kút olyan jól sikerült, hogy a mai napig beavatkozás nélkül szinte folyamatosan 24 órán
magában, mint pozitív kút adja a vizet. 25 liter per perccel adta. A vízjogi engedélyét 2015-ben megújítottuk, akkor kellett egy olyan adatszolgáltatással élni, amely kapcsán egy teljesen új vízjogi engedélyt kapott a kút. 2,5 méteren van a kútnak egyébként a vízszintje, tehát a pozitivitása az úgy gondoljuk, hogy a mostani karbantartási munkát követően továbbra is adni fogja a vizet. A közösségi oldalon többen felvetették, hogy vajon milyen minőségű a kút vize, az összetétele, vagy éppen azt, hogy az egészségre ártalmas lehet-e. Megnyugtató választ kaptunk. 2015-ben úgy kapott vízjogi engedélyt, hogy természetesen a hatóság az ANTS bevonásával vizsgálta a vízminőséget is. A mai jogszabályok, vagy az akkor is a mai jogszabályok is ivóvízminőségre több paraméterben szigorú előírásokat adnak az ivóvízminőségű víz paraméterén, de a víz iható, tehát mint a 100 évvel ezelőtt is, ahogy Buczkó József a könyvében írta, 2012-ben kiadott könyvében, hogy tiszta dús vizet ad, lágy vizet ad, nem csak ivóvíznek használták, akkor is mosásra, mosogatásra is jól felhasználható volt. Az önkormányzat tehát mindenképpen szeretné az ártézi kutat helyreállítani és a kötelező karbantartásokat elvégezni. Reméljük, sikerrel jár a július 16-ai beavatkozás, és nem kell további lépéseken gondolkodni.